Az óbecsei városi piac eladói és vásárlói szombattól június 15-től más munkarendszerint működnek majd, ugyanis a Kommunálac közvállalat átszervezést hajtott végre a piaci standok egyes részei között, így azok a standok, amelyek a piac központi részén álltak eddig, a régi malom mellé az egykori parkoló helyére költöznek. A hátam mögött látható helyen az eladók parkolhatnak majd. Ezáltal a piacnapokon elkerülhető lesz a tömeg és a dugó éppen a piac környékén. Az illetékesek azt mondták, hogy azok az árusok, akik húsárú, tejtermékeket, illetve halat árulnak, továbbra is maradnak a régi helyükön. Folyamatban van a tervdokumentáció kidolgozása a piac legrégebbi részének rekonstrukciójára, ahol a betonlapok nagyon tönkre vannak menve. Reménykedünk abban, ha idén nem is, de jövőre szakaszonként elkezdhetjük a felújítási munkálatokat. Természetesen ebben részt vesz majd az alapítónk Óbecse község is, amely a parcella és a tárgyak tulajdonosa, míg a vállalat felelős a tevékenységek lebonyolításáért. Ezzel összhangban készül tehát a tervdokumentáció, amely majd meghatározza azt is, hogy mennyibe fog ez kerülni. A rekonstrukciónak magában kell foglalnia a kopott betonlapok eltávolítását, a felület aszfaltozását, valamint a légköri csatornahálózat felújítását. A légköri csatornahálózat nem olyan lesz, mint idáig volt, ugyanis a jelenlegi nem elegendő ahhoz, hogy nagyobb vízmennyiséget elvezessen, tehát ennek a rekonstrukciója elengedhetetlenül szükséges. Továbbá a betonlapok rekonstrukciójára is szükség lesz, ezek el lesznek távolítva, és aszfaltréteg kerül a helyükbe. A Kommunálac igazgatójának elmondása szerint a vállalat megpróbálta átszervezni a piaci standok munkarendjét, úgy, hogy az eladók minőségesen végezhessék munkájukat, a polgárok pedig biztonságosan mozoghassanak. Ezzel az átszervezéssel kedvezünk majd az árusoknak is, mert a piac ezen részén nagyobb lesz a vásárlók koncentrációja, és ezáltal a polgárok számára is, akik ellátogatnak a piacra, lehetővé tudjuk tenni, hogy zavartalanul vásárolhassanak a piacon, és a vállalat számára is lehetővé válik, hogy minőségesen rendbe tudja tartani ezt a helyet, úgy télen, mint nyáron. Úgyhogy több faktor is egybehangzóan igazolja, hogy ez a rekonstrukció nagyon szükséges, és az átszervezés is az. Mindannyiunk számára, azaz mind az árusok, mind a vásárlók és mind a vállalat számára. Szombattól kezdve a polgárok a városi piac mindhárom bejáratát használhatják, július 1-től kezdve pedig a Zöldvás utca bejáratán és a Szvetozár Márkovics utca felüli kis bejáraton közlekedhetnek. Plávsics elmondta még, hogy a Kommunálac másfél évvel ezelőtt megszerezte a technikai tervdokumentációt Újfalu és Péterréve piacainak bekerítéséhez. Becslések szerint a beruházások egyenként hozzávetőlegesen 2 millió dinárt tesznek ki. Forgalmi adó nélkül. Problémáink vannak a kommunális renddel, ugyanis a piaci árusok, akik fizetik a helypénzt, panaszkodnak azokra, akik közvetlen mellettük árulnak és nem fizetnek ugyanezért. Rendet kell tennünk ez ügyben, mert tényleg nincs rendben az, hogy egyesek fizetik a helypénzt, mások viszont nem. Ez nagyon nagy problémát okoz nekünk is. Abban reménykedünk, hogy a bevételek függvényében és az alapító támogatásával sikerül bár annyit megtenni, hogy bekerítsük az újfalusi és a péterrévei piacaink területét. De az még a jövő titka, hogy erre mikor kerülhet sor. Óbecse község idén 46 VUG diplomás tanulóval dicsekedhet, közülük legtöbben 13-an a Szevergyurkics általános iskola diákjai. 12 tanuló az Drávko-Glozsánszki általános iskolából, 7 diák a Bácsföldvári Szvetozár Márkovics általános iskolából, 6-an a Petőfi Sándor általános iskolából, a Péterrévei Samu Mihály általános iskolából 4 VUG díjas, az Óbecsei Samu Mihály általános iskolából pedig 3 diák lett VUG díjas. A generáció legjobb diákjai Dunya Jeftimi a Zdravko-Glozsánszki általános iskolából, Tára Popov a Szevergyurkics általános iskolából, Dudás Karolina az Óbecsei Samu Mihály általános iskolából, Lázár Lea az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskolából. Nagyon sokat készültem a versenyekre, amiken helyezéseket értem el, és engem nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ezt a díjat kiérdemeltem magamnak. A továbbiakban a Bolyaiba szeretnék menni Zentára, a képzőművészeti szakra. Nagyon örülök, hogy én lehetek a generáció diákja. Sokat kellett tanulni, és kitartó munka kellett ehhez, de nagyon örülök neki, hogy megkaphattam ezt a címet. És a gimnáziumot szeretném majd beírni.
13 elismerést osztottak ki azon diákok között, akik iridlésre méltó eredményeket értek el a köztársasági versenyeken. Továbbá 51 oklevéllel díjazták azokat a tanulókat, akik a körzeti versenyeken voltak a legsikeresebbek. Az elismerések mellett Óbecse község a legjobbaknak könyvet is ajándékozott, a generációk legjobbjai pedig tabletet kaptak. Óbecse község sportszövetsége azoknak a diákoknak, akik a legjobb eredményeket érték el a köztársasági, illetve a körzeti sportversenyeken, pólókat ajándékozott. Úgy, mint Óbecse község helyi önkormányzatának oktatási megbízottja, nagyon büszke vagyok ezekre az eredményekre, a köztársasági és a körzeti versenyeken elért eredményekre, továbbá a VUG-díjasainkra és a generáció legjobb tanulóira. Ma tehát a legjobbak voltak itt a legjobbak közül. Óbecse község a legkülönfélébb módon támogatja az oktatást. Az oktatás Óbecse községben prioritásnak számít, ezért sokat fektetünk be az iskolák és óvodák felújításába. Ezen kívül a középiskolások hónapos jegyeit is támogatjuk, ugyanakkor Óbecse község egyetemistáinak támogatásáról is gondoskodunk. Orimatika, az origami és a matematika keresztezése. Ez egy egyedi projekt, melynek kitalálója a Zdravko Glozsánszki általános iskola tanítónője Milena Gmijovics, és amit tegnap exkluzíven ki is dolgoztak és be is mutattak televíziónknak. A diákok egész éven keresztül tanultak a baglyokról, és a kéthetes projektoktatás során tökéletesítették tudásukat erről a madárról. Mi baglyokról készítettünk plakátot, olyan feladataink voltak, melyeken az eredmények is fel voltak tüntetve. Minden eredménynek volt egy száma, amit mi később ragasztottunk. Mi ma baglyokat készítettünk, előtte pedig ezeket a baglyos sapkákat, hogy mindenki tudja, hogy mi ma a baglyokról készítünk projektet. Matematikából is voltak feladatok. Nagyon nehéz volt. A mi csoportunk még mindig dolgozik. Vannak, akik már befejezték. Gratulálok nekik. Ez az egész úgy kezdődött, hogy a tanítónénink elhatározta, hogy mi leszünk a baglyocskák csoport. Mert a baglyok okosak, tehát mi is okosak vagyunk. Ezek után origámit készítettünk. És miután megoldottuk a feladatokat a végeredménnyel, itt számok voltak találhatóak négyzetecskékkel. Egy ilyen hammer papíron alul találhatóak a számok, és akkor mi ezeket az origámikat ragasztottuk a hammer megfelelő mezőibe. Ez nagyon jó volt, nagyon tetszett nekem, minden kitűnő volt. Szeretném, ha más állatokról is készítenénk ilyen alakzatokat, nagyon szórakoztató volt. A baglyok nappal alszanak és éjjel vannak ébren, egereket és bogarakat esznek, ragadozók. Éppen nagyon nehéz volt, leestek az ujjaim ettől, de azért érdekes volt, hát igen. A tanév kezdetén Milena Gmijovics tanulóinak új generációját egy érdekes plakáttal várta, melyen baglyok voltak a gyerekek neveivel. Ismert tény, hogy az óvodás csoportok mindegyikének van neve. Éppen ezért a tanítónőnek az az ötlete támadt, hogy összekötve az óvodát az iskolával, az első B-osztályos tanulók csoportját baglyocskáknak nevezte el. Azért döntöttem a baglyocskák elnevezés mellett, mert mint tudjuk a történetekből és mesékből, a baglyok bölcs és okos madarak. Ezt a gyerekek is elmondták. Úgy gondoltam, hogy az osztályom tanulói is bölcsek, okosak és jó gyerekek lesznek, és a jövőben is azon az úton haladnak majd, ahogy elkezdték. Szélesítik tudásukat és felhasználják majd az életükben. Idővel a tanulók érdeklődésének elegettéve Milena tanítónő rájött, hogy a gyerekeket érdeklik a baglyokkal kapcsolatos témák. Ezért a projektoktatás ideje alatt a tanulók azt a feladatot kapták, hogy az információs kommunikációs technológiák segítségével készítsenek plakátot, és tudjanak meg minél többet erről az egyedi madárról. Mi spájamo origami. Mivel szeretjük az origámit, ami nagyon jó a motorikus képességek fejlesztésére, ezért ezt összekötjük a matematikával. Mivel a projektoktatásban fontos, hogy a tananyaggal legyen összefüggésben, ezért egyesítettük ezt a kettőt. Tulajdonképpen több tantárgy egyesül. A természetismeretek, a képzőművészet, a matematika. Sok munka, de már majdnem kész, és nagyon szép lett.
Azoknak a gyerekeknek, akiket érdekel az origami, a papírhajtogatás művészete, alkalmuk lesz bekapcsolódni a tábor munkájába, amely hétfőn, június 17-én kezdődik az Óbecsei Népkönyvtárban. A tábor két hétig tart, és az Óbecsei Tanítók Egyesülete szervezi. Az origami művészet kedvelői hétfőnként 13 és 16 óra között találkoznak, kettől péntekig pedig 9 és 12 óra között. Idén a tábor témája teázás a könyvtárban. A témát összekötöttük a japán hagyomány szerinti teaivással, úgyhogy a tábor résztvevői ezzel is megismerkedhetnek. Továbbá teafilterből készítünk majd olyan modelleket, melyeket a későbbiekben is lehet használni. Ilyet még nem csináltunk, de nagyon érdekes lesz. Úgyhogy meghívok minden gyereket 7-től 77 éves korig, hogy csatlakozzon hozzánk. Thank you.